A mai igét a Máté evangéliumából olvasom, a 11. rész 28. versétől a 30. versig. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, az én terhem könnyű. Akkor imádkozom előtte, és elkezdjük. Uram, hálát adunk a te igédért, beszédedért, amit egykor mondtál ott a néped körében, tanítványaid előtt. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Kérünk, hogy most a mi lelkünkhöz is szólj. Segíts, hogy felismerjük, hogy milyen dolgokban mi miatt fáradt meg a lelkünk, és hogy hogyan juthatnánk többre a Jézusban való hitáltal. Hallgass meg minket, Urunk. Amen. Tehát, hogyha megtaláltuk ezt az igét, akkor a következőket tudnám ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Jézus korában a római megszállás idején az emberek nagyon elfáradtak. Elfáradtak a világ zajától, és ugyanakkor a vallási élet sem nyújtott nekik segítséget. Nem kapták meg azt, amire szükségük lett volna. És volt olyan réteg, akit nem is érdekelt Isten. Az emberek többsége egy taposó malomba járt. A taposó malom azt jelentette, hogy régen, amikor learatták a búzát, az árpát, akkor a magokat úgy szabadították meg a kalászból, hogy ökröket járattak körbe-körbe. Az ökröknek ez volt a dolguk, hogy körbe-körbe jártak, és teljesen egy helybe voltak. Innen ered ez a taposó malom. Egy ember is élhet úgy, hogy nincs célja, csak körbe-körbe jár egy probléma körül, körbe-körbe jár a bánata miatt, meg anyagi terhely miatt körbe-körbe jár, és nem talál megoldást. Abban az időben is sokan szerettek volna megpihenni, megnyugodni, de nem találták, hogy hogyan. Napjainkban is ugyanígy van, sokan keresik a nyugalmukat, a békességüket, és látjuk, hogy sokan az alkohollal, a kábítószerrel próbálnak megnyugodni, de hát ez igazi megnyugvás nem ad, eufóriát ad, feldobott lesz az illető, és amikor megszűnik a hatás, akkor nincs nyugalom. Sőt, az ellenkezője, a kiborulás, a hiány miatt szenvednek. De Jézus azt mondta, hogy én megnyugvást adok nektek, nyugalmat adok a lelketekbe. És ekkor így hangzott el ez a hívás, hogy jöjjetek én hozzám. Ez a megtérésre hívó szó tulajdonképpen, hogy jöjjetek én hozzám. És nem egy alkalmi dologról van szó, hogy hát most megnyugodtam, és aztán
folytatom ugyanazokat a nehéz küzdelmeimet, mert tudjátok, hogy a megtérés az egy gyökeres változást hoz az ember életébe, és mindig Krisztus hívásával kezdődik a megtérés. Tehát ő hív minket. Nem úgy van, hogy bennem egy ötlet támad, hogy én megtérek, hanem érzem a lelkemben, hogy szükségem van Istenre. Érzem a hívását. Körülményeket úgy alakítja, hogy érzem, hogy nekem oda kell fordulnom Istenhez. És Jézus azt mondta, hogy Isten az Atya ajándékoz mindenkit ő neki. Idézem is az igét, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangélium 6. rész, 37. vers. Tehát az Úr hív, és odaenged önmagához, megengedi, hogy a legbensőségesebb közösségbe kerüljek vele. Pál apostol, akit korábban Saulnak hívtak, őt is az Atya ajándékozta Jézusnak. Jézus hívta, a régi nevén szólította, Saul. Saul, mit teszel, mit kerget, mit ért üldözöd népemet? És ő is a Krisztus hívásán alapján tért meg. És látjuk a Biblia alapján, hogy egy szörnyeteg ember hogyan változik át egy szerető szívű emberré. Tehát újra hangsúlyozom, a megtérés, az igazi megtérés, az mindig Krisztus hívásával kezdődik. Tehát az igazi megtérés nem egy zenei hatásra jön létre, nem egy szuggesztív prédikációra jön létre, hanem Krisztus hívására. Krisztus indít engem, hív magához. A megtérés nem az, hogy belátjuk egy időre, hogy hát erkölcsösebben kellene élnünk, mint eddig. Tehát a megtérés nem az, hogy megijedek, mert felszaporodtak a rendőrségi ügyeim, és egy kicsit magamba szállok, megpróbálok egy kicsit meghunnyászkodni, többről van szó. Tehát Krisztus meg akar menteni a kárhozatból, és hogy az ingoványos talajról átemel téged a kősziklára. Jézus neked is mondja, bűnös, gyere haza, hív az Úr, veled akar lenni az Úr, és szabaddá, boldoggá teszi az életedet. És hogy kiket hív? Itt az van, hogy mindenkit. Jöjjetek én hozzám mindnyájan. Tehát minden rendű rangú embert hív az Úr, öregeket, fiatalokat, hősöket, sztárokat és egyszerű koldusokat, a köztisztasági vállalatnál dolgozókat. Mindenkit hív az Úr. Hívja az Úr a lájtos keresztényeket is. Hívja az Úr a szadistákat. Hívja az Úr a kleptomániásokat. Hívja az Úr, akik a drog után sóvárognak. Mindenkit hív. Akik magukról azt gondolják, hogy ők milyen jók, azokat is hívja Jézus, mert nem elég ez a vélemény, hogy én jó vagyok. Isten szeretetből hív téged.
Isten látja, hogy valami nyomja a lelkedet. Isten látja, hogy elfáradtál. Látja, hogy most már nehezen tudsz ezzel a teherrel tovább menni, ami rajtad van. Aztán az ördögnek megvannak a módszerei, hogy kifárasszák az embert, és megemlítünk egy ilyen esetet az intézetben, a fiúknak szoktunk erről beszélni, hogy milyen nehéz helyzet alakulhat ki. Hát láttunk, meg bemutattunk egy rövid kis filmet, ami a kafferdikákról szólt, és hát az egyik bika lement a tóhoz inni, a víz alján pedig ott volt a krokodil, és hirtelen elkapta a hátsó lábát, és húzta. Szegény bikának még volt ereje, és ment volna a part felé. De a krokodil hagyta is, hogy menjen, mert ki akarta fárasztani. Mert a fáradt emberrel azt csinál, amit akar. Hát a világban is nem azt hirdetik a munkahelyen, hogy jöjjenek a fáradt emberek, jó állást biztosítunk magas fizetéssel. A fáradt embert senki nem keresi. Na szóval, a koffer bika egy ilyen helyzetbe került, hogy a krokodil próbálta manőverezni, elfárasztani. Aztán húzta a víz alá, hogy majd ott megfullad, és akkor vége lesz, elvégezheti a felszabdaló munkáját. És aztán mégis onnan is kiengedte, hogy menjen, hogy egészen fáradjon el. És akkor távolabb volt két nagy víziló, azok szemlélték ezt a helyzetet, és gondolkoztak, hogy tegyenek valamit, vagy ne tegyenek valamit, és az egyik nagy vízlépésekkel elindult, és ráállt a krokodilra. Ezután jött a másik kafferbika, és a krokodil elengedte a kafferbikát, elfutott, sántítva elfutott, és hogy ez egy különös dolog, ugye, hogy a sátánnak is, a világnak is az a módszer, hogy kifárasztani, és aztán könnyű birtokba venni bennünket, elkeseríteni, megterhelni, és hogy megsérülünk. Régen a teherhordás úgy volt, talán még Indiában láthatunk ilyeneket, hogy az emberek, a szolgák, akik munkások voltak, egy ilyen nagy hosszú rudat tettek a vállára, akár kettőt is, és a rúd mindkét végére nagy terhet akasztottak, és akkor szegény munkásnak ezzel a óriási teherrel kellett mennie. Nem tudom, hányszor fordult egy napon, de feltörte a vállát, véresre feltörte a vállát ez a súly, és hát összerogyott a fáradtságtól, és ez az egész napi munka valóban kimerítő volt. Aztán a megfáradásra ugye nagyon sokféle minden hozzájárulhat, vagy előidézheti. Izrael is megfáradt, mikor Egyiptomban volt. Olyan terheket rótt a fáraó rá, hogy nem adott polyvát, meg anyagot, hogy messzi kilométerekről kellett neki összegyűjteni az anyagot, és időre meg kellett csinálni, mert ha nem, akkor megkorbácsolták őket. És amikor ebbe a nyomasztó helyzetbe kerültek, akkor kezdtek Izrael fiai imádkozni, hogy nagy a teher, hogy ezt már nem bírjuk elviselni. Sírtak,
szabadulni akartak. És ekkor jelenik meg Mózes, ekkor küldi Mózes őket. Amíg te nem sírsz a terheid miatt, a bűneid miatt, hát hogyan történne változás benned? Beszélj az Úrral a terheidről. Mik a terheid? Milyen terhek nehezednek rád? És Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Hát mi is ez a megnyugvás? A megnyugvás akkor kezdődik el az emberben, amikor az Istennel való kapcsolata rendeződik, amikor békességet talál. Tehát rendezetlen állapotban nem talál az ember nyugalmat magának. Mivel tehát hitáltal igazultunk meg, írja Pál apostol, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát ő adja a békességet, hitáltal kapjuk mindezt. Micsoda áldás a megnyugvás az ember életébe, amikor már nem kell nyugtatókat beszedni a nehéz dolgok miatt. Ha Jézushoz jössz, akkor megnyugszik a lelked. És nem önmagában a hit ad nyugalmat, hanem Jézus Krisztus ad nyugalmat hitáltal. A hit csak egy csatorna, de a nyugalom az a Krisztusból ömlik az életedbe. Na de hát, elértük a nyugalmat. Most már megnyugodtunk. Hú, nagyon jó. Mi lesz tovább? Elindulhatunk? Élhetjük a keresztény életünket? Kérem, ide nézzetek, én már megnyugodtam. Olyan békén van, hogy a fá, hátamon is vághatjátok a fát. Béke, minden, megnyugodtam. De Jézus valamit mond, vegyétek magatokra az én igámat. Nincs hívő élet az iga felvétele nélkül. Nyilván nem elég a megnyugvás öröme önmagában, az igát kell felvenni. És kérdés az, hogy te olyan ember vagy-e, hogy kész vagy felvenni az igát, hordozod-e? Tehát valószínű, hogy még most is vannak ilyen igavonó állatok, tehát megpróbálnak az igavonó állat nyakára helyezni egy igát, egy gyármot, és hát nyilván, hogy amikor rá akarják tenni, akkor ellenáll, ugrál, rúg, mindent csinál. Az ember is így van, hogy amikor az Úr az igát rá akarja helyezni, az ő igáját, hogy akkor az ember ugrál, ledobja magáról, nem ennyire, ez már túlzás, mondják is sokan, megbolondultál, ennyire túlzásba nem kell vinni a hitet, a Krisztusba való életet. Csak úgy, szőrmentén, úgy hiszelgetsz, és hogy van egy kis nyugalmad, és elégedj meg vele. Az igát, amit Jézus készített nekünk, felvesszük. Ha Krisztus igájába hajtod a fejed, akkor átadod magad neki az egész életedet. Eddig lehet, hogy a világ igájába hajtottad a fejedet, és ez az iga véresre törte az életedet. A világ igáját viseltük, és azt gondoltuk, hogy hát tulajdonképpen vannak bajok, hát szabadok vagyunk, élünk úgy, ahogy akarunk, nem parancsol nekünk senki, arra megyünk, amerre akarunk. Aki nem adta át magát az Úrnak, az kikacsingat a világ felé, és van olyan is, aki felemásigában él. Nem jó, hogyha kétfelé húz a szívünk. Nem tetszik az iga, zavar, kibúvót keresel. Mit jelent a Krisztus igája?
Tehát azt jelenti, hogy kontroll alá kerül az életem. Amikor a zigába hajtom a fejemet, vállalom a kontrollt, hogy én nem arra húzom a terhet, amerre az ötleteim tartják, hanem irányítva vagyok. Elfogadod-e ezt az irányított életet? Pál mondta, hogy azok az Isten fiai, akiket Isten lelke irányít. Ha nincs az életed a Krisztus irányítás alatt, akkor kérdőjeles, hogy mennyire élsz te Krisztusban, és mennyire vagy nevezhető Krisztus gyermekének. Tehát elfogadom az irányítás. Az irányítás alatt élek. Isten gyermeke vagy? De ez csak akkor igaz, ha Szentlélek kontrolla alatt élsz. A világ is kontroll alatt akarja tartani az életünket. És ha nem veszed fel az igát, és nem viseled az igát, akkor szalonkeresztjén vagy, műkedvelő keresztjén vagy. Tudsz hallelujázni, tudsz még imádkozni is, de nem vetted fel az igát. Így a saját értelmed irányít, a vágyaid irányítanak. Kérdés, Krisztussal járok? Krisztussal végzem a szolgálataimat? Krisztus abszolút ura az életemnek? A másik sarkalatos dolog, amit Jézus mond, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én alázatos és szelíd vagyok. Tehát az alázatot nem emberektől tanuljuk, hanem Krisztustól. A szeretetre is ő tanít. Nem járunk külön órára szakemberekhez, hogy tanítson minket az alázatra, nem fizetünk be egy tanfolyamra valamelyik pszichológusnál, hogy tanítson az alázatra minket, hanem Isten igéje is lelke tanít. És azt mondja Jézus, hogyha megtanultad az alázatot, akkor azt fogod mondani te is, amit Jézus mond, hogy az ő igája és az ő terhe, az könnyű, az boldogító. Tehát a járom, visszatérek erre a gondolatra, fából készült, és az ökörnyakára helyezték, szántáskor, vetéskor, és az igát minden esetben úgy faragták, hogy tökéletesen illeszkedjen az igavonó állat alkatához, tehát nem akármilyen igát helyeztek rá. Mindegyik iga ugyanúgy különbözött a többitől, mint ahogy az ökrök is különböztek. Jézus famunkát végzett az ifjú koraiban, sok igát faragott Názáretben, mert sokan végeztek földművelő munkát, és kellettek az igák. A megváltónk személyre szabott igát készít mindenkinek. Aki ő hozzá jön, az személyre szabott igát kap, és tökéletesen illik ez az iga hozzád. Az én igámat is Jézus faragta, a te igádat is Jézus faragja, és elfogadom azt az igát, amit az én vállaimra illeszt Jézus. Ez nem a más terhe, ez az én rám szabott lehetőség. És vegyük magunkra boldogan az Úr igáját, mert jól illeszkedik.
az ő akaratának fogunk élni. Biztosak lehetünk, hogy senki nem fog ártani nekünk. Minden a javunkra fog történni. És Jézus Krisztus pedig, amikor a Golgotára ment, akkor ő is felvette az igát, a keresztnek a terhét, és nem dobta le, nem zúgolódott, hanem kész volt hordozni és meghalni a keresztben. És hogy komolyan gondoljuk végig ezt, hogy akarjuk-e a Krisztus igáját hordozni, és hogy az Úr nem csak valamitől szabadít meg minket, valami rosszul, hanem az új életre szabadít meg, a Krisztusba való életre. És fogadjuk el ezt az igát, ami boldogító, és a teher az könnyű.